Február 20-án este ismét megtelt a Pince Klub az idei első irodalmi teaház alkalmából. A programban jól megfértek egymás mellett a helyi alkotók novellái és Ady Endre versei is. Megalapozta az est hangulatát Ady Endre Imádság háború után című verse Szatmári Toni előadásában. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd tüzes daganat a szívem, s nincs mi nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Ezt követően még a 2018 évi novellaíró pályázaton díjnyertes alkotások hangzottak fel a Naná Színház tagjainak tolmácsolásában. Szabó Éva Régi órák című elbeszélése családi emlékek alapján született. Márciusban is így mentem éjszaka orvosért. De már nem tudott segíteni Katón. Éhen halt. Nem ő volt a legidősebb, hanem az első, akit a bába megforrázott. De Katón nagy segítségem volt a ház körül, amikor felnőtt. Kár, hogy egyedül volt otthon, mikor a háború után jöttek a tervkölcsönt jegyezni. Nem lehetett nemet mondani az agitálóknak. 100 forintnak aláírt szegény lányom. Aztán, mikor jöttek a pénzért, már 1000 forintot követeltek rajtunk. Egy nullát még ráírtak. Arra sem figyeltek, hogy más színű tintával. Kató nem bír bele nyugodni, hogy ebben a nehéz időben 10-szer annyit kell fizetnünk. Az idegei miatt összeszűkült a gyomorszája, és a végén már nem ment le étel a torkán. Azt hihetnénk, hogy a lányát gyászolja az anya, aki már a fehér kútnál jár, míg cikáznak gondolatai. Igazából majdnem 20 éve jár feketében az asszony. Az első világháborúban kapott paratifuszt a férje, de csak később döntötte le a lábáról a betegség. Valóban megtörtént a apai nagymamámmal, és az édesanyám meséli ezeket a történeteket, vagy mesélte el, és onnan jött az ötlet, hogy megírni, hogy a székely menekültek kapcsán előkerültek olyan képek, hogy ők fogadtak be, és akkor Buckó József kérdezett pár dolgot, és akkor elkezdtem anyukámat kérdezni, és akkor fölvettünk Magnóra, vagy fölvettem, és utána gondoltam, hogy akkor le kellene írni. És a legszebb történet, ami a vége, de úgy gondoltam, hogy az kevés, és akkor ebbe építettem a többi eseményt az életéből bele. Tóth Etelka saját kisgyermekkori emlékeit idézte föl Dicsértessék mindörökké előre című munkájában. 8 évesen úgy csaptam be a világot szemrebben és nélkül, hogy hittek nekem, vagy mégsem. Lehet, hogy én voltam az ártatlan áldozat, és én lettem félrevezetve. Nem egyedül voltam abban az időben, aki önakaratán kívül két hitű volt, két hitűre bírták. Párhuzamosan fontos események történtek második osztályos koromban, de én éltem a kisgyermekek gondtalan napjait, tettem, amire kértek. Ezen dolgaimat végeredményképpen egy hét eltéréssel igazolták az arra illetékesek. Saját döntést még nem igen hozhattam, a felnőttek kérése és akarata kényszerült rám. Véleményt sem igen tudtam nyilvánítani, mert nem nagyon értettem a dolgok lényegét, miszerint buzgón hinnem kellett volna a szülők által elejéktől hozott és átörökített egyházban való hitben, vagy az iskolában a tanítók és pedagógusok által, de még inkább magasabb vezetési szintekről jövő világnézet kizárólagosságában. Honnan tudhattam volna, hogy jobb az Istent imádva élnem és keresztény értékeket vallanom, mint a haza hű, szorgalmas fiának lennem,
betartanom minden betarthatatlant. Tulajdonképpen sokáig nem is gondoltam ezekre a történetekre, és amikor rendezgettem a papírjaimat, az irataimat, akkor tudatosult bennem igazán, hogy milyen kettős életet éltem annak idején, saját akaratomon kívül. Tehát én erről akkor nem tudtam, hogy ilyet nem teszünk, hogy egyszerre leszünk kisdobosok, és egyszerre megyünk első áldozni. Nagy Csaba gyermekkori emléktöredékek alapján szűtte tovább gondolatait emberségről, családról, szeretetről, beszélő Halszemek című novellájában. Nagyon szép, egészséges harmadgirisztákat szeret, melyeket a zöldséges verem hűvösében várják a reggel indulást. Összekészítette elemózsiáját, a frissen kisült kenyérropogós barna farát, amihez egy jókora száraz kolbászt vágott a kamrából. Igaz, hogy már jó kérges volt a tavalyi kolbászka, és egy kicsit avas is, de Miklóska pont így szerette. Édesanyja mindig eldugott egy fél szálat, hogy a kisfia ízléséhez keselnyésedhessen. Oda rakta még a savanyodásnak indult főtt kukoricát, és a piros paprikával jól összegyúrt kenyérbelet is. Kis bicskáját, mely nélkül szinte ki sem mozdult otthonról. Még a nagypapájától kapta, aki már azóta nincs közöttük, de amikor csak kézbe veszi a kis csontnyelét, mindig meghatódva emlékszik vissza a fejére nyomott barackra is, melyen nagypapája általában köszöntötte. Mindezeket egybe készítette édesanyja régi kidobott drótkosarába, melyen a nagyobb lyukakat ügyesen befoldozgatta. No és természetesen, amire a legtöbbet gondolt, a tavaly karácsonykor kapott új horgászbotját is, amit most fog először kipróbálni. Valóban van egy kis önéletrajzi ihletés a novellában. Szó szerint így konkrétan nem történt meg ez az eset, de ugyanis fikció a történet, de valóban gyerekkoromban néha horgáztam, és egy kicsit úgy írtam meg, hogy a történetben talán én vagyok egy kicsit Miklóska is, én vagyok az öreg Kántor Miklós is, vagy legalábbis az én családom meg az a környezet, amiben én felnőttem, és ezt próbáltam egy olyan kis egyszerű történetbe kifejezni, ami inkább a lényegre korlátozódik, azokra a mondandókra, amit szerettem volna kifejezni. Nem írtam még korábban, ez az első úttörő munka, viszont tényleg nagyon sokat olvasok, és mint említettem, klasszikusokat, Jókaitól Mikszát, Fekete Istvánon keresztül sorolhatnám, és nagyon lenyűgöztek meg érzelmileg, mindig nagyon megérintettek az írásaik, és ha valami kis hasonlóságot, párhuzamot fel lehet fedezni az írásba, akkor nyilván ez nem véletlen. Természetesen utánozni nem szerettem volna senkit, ez az én érzelmi világom, amit próbáltam kifejezni, de ez az első munkám. Az Irodalmi Teaház kiváló alkalom arra, hogy a helyi alkotók meghitt baráti környezetben mutathassák meg magukat, mint például ez a mostani is, mondja Mart P. Ildikó, a Teaház programsorozat szervezője. Nagyon sok olyan embert fedezünk föl, csodálkozunk rá, aki esetleg az asztalfióknak írna. Igen, én szerintem általában úgy van az, hogy az embereknek a meglepően nagy része tud olyan alkotásokat produkálni, akár milyen műfajban, ami örömet okoz a többi embernek, és hogyha ezt egy helyi ember csinálja, az mindig érdekes, mindig furcsa, mindig rácsodálkozik az ember, hogy úristen, ezt nem is gondolta volna róla. És ez sokat elmond a mi érintkezésünkről, hogy ugye, mondjam azt, hogy nem tudunk kellő mélységben nyilván egymásról, és ez egy lehetőség arról, hogy többet tudjunk meg valaki másról, akivel egyébként együtt élünk. A program másik felében Adi és én címmel hallhattunk verseket, emlékeket a költő óriás halála 100. évfordulója kapcsán. Vékony Gábor, a Körösi Gimnázium pedagógusa, könnyedebb, de kevésbé ismert tényeket hozott Adi életéből. Adiról sokan megjegyezték, hogy rendkívül hiú ember volt. És mondjuk egy művésznél ez talán bocsánatos bűn, és nagyon figyelt arra, hogy milyen képet mutat magáról a közvéleménynek. Amikor Székely Aladár, a korszak egyik legkiváló fényképésze, készített róla néhány portrét, Adinak annyira megtetszettek azok a fotók, hogy az egyik híres kép, az nincs itt ezek között, a könyöklős Adi, mindig úgy emlegetik ezt a képet, ami még az is látszik, hogy a hatodik ujjának ott van a nyoma, amit ugye gyerekkorában cérnával elkötöttek és leszáradt, hiszen 6 ujjal született.
Tehát az a könyök második kép annyira megtetszett a költőnek, hogy utána csak Székely Aladár fotókamerája elé állt oda, és ezek a fotók is talán annak az egynek a kivételével Székely Aladár műtermében készültek, és Adi büszke volt arra, hogy szélesek a vállai, viszont azt nagyon szégyelte, hogy a lábai véznák. És nem engedte, hogy egész alakos fotók készüljenek róla, hogy nem is nagyon van ilyen, talán egy, amikor Csinszkával a Csucsai kastély előtt állnak. Ezt követően Adi versek hangzottak fel ihletett tolmácsolásban. Elsőként a jól ismert Búcsú Sikerasszonytól Kocsi Imre előadásában. Nem kellek. Jó. Jöjjön, aki kell. Lantot, hitet, vígan szegre akasztok. Kicsit pirulok. Én és a siker. Jöjjenek a tilinkós álparasztok, jöjjenek a nyafogó ifjú vének, jöjjenek a finom kultúrlegények. Nem is tudom, hogy mi történt velem. Hát sokat érne itt a győzelem. S én 100 arcban is kínáltam magam. Vén leánykodtam. Hú! Már vége van. Pálóczi Antalné olyan Adi verseket hozott, amelyek nyomtatásban nem jelentek meg. Mikor megláttalak, új életre keltem. Kínos élet zordon múltját elfeledtem. Megnyillott előttem a bezárult éden. Újra fellobogott, elhamvadt reményem. Rózsaszínű felhők úszkáltak az égen. Ha néha hányt vetett kétkedés hulláma, boldoggá tett szemed biztató sugára. Ó, hogy hittem én a csalfa bolygó fénynek, rabszolgája lettem csapodár szívének. Nagyi Bolya az istenes versek közül választott egyet. Az Isten van valamiként, minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk, s ó jaj, én ott ülök a balján. Az Isten könyörületes, sokáig látatlan és néma, csak a szívünkbe ver bele mázsás harangnyelvekkel néha. Az Isten nem jön ám felénk, hogy bajainkban segítsen, az Isten az én és a kín, a terv és a csók, minden az Isten. Lecsukott a bús nagy szemeim, számára a világnak nincs már nekik látni valójuk, csak téged, téged látnak.